The first question opportunity goes to MD. Miután mindenki tudja Brüsszelben, hogy ez nem most kezdődött, és általában az volt a vélemény mindig is, hogy Brüsszel tele van korrupciós ügyekkel. Az a kérdés, hogy miért nem működtek védelmi mechanizmusok, de anélkül, hogy visszadobnám a labdát önöknek, halkan megkérdezném, hogy hol voltak az oknyomozó újságírók Brüsszelbe az elmúlt évtizedben, amikor az ilyen típusú ügyek elharapoztak és szinte napi gyakorlattá váltak. Tehát van itt mindenkinek tennivalója, de megismétlem a legfontosabb, hogy a mocsarat csapoljuk le. International azóta ez úgy alakult, tehát ukrán relációban azt érdemes leszögezni, hogy egy független és szuverén Ukrajna létezése az magyar nemzeti érdek is. A második dolog, hogy mi nem vagyunk érdekeltek abban, hogy az európai és az orosz gazdaságot véglegesen ketté válasszák, ezért amit meg lehet menteni az oroszokkal való gazdasági együttműködésből, azt próbáljuk megmenteni, mármint a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokból. Az igazi kérdés, hogy a háborúra hogyan tekintünk. És ez különbséget mutat. Ugye a lengyelek azt gondolják, hogy az ukránok az ő szabadságukért és biztonságukért is harcolnak. De mi ezt egyáltalán nem gondoljuk. Tehát én nem gondolom azt, hogy az ukránok azok Magyarország biztonságáért vagy szabadságáért harcolnának. Az ukránok a saját hazájukért harcolnak. Hősiesen egyébként. De nem Magyarországért. Magyarországot sose fogja Ukrajna megvédeni semmitől se. Magyarországot saját maga meg a NATO védi meg. Tehát a mi biztonságunkat nem Ukrajna adja, a NATO tagság, meg az azzal együttműködő, abba integrált magyar védelmi képesség. És mi ebben hiszünk. Ilyen értelemben az ukrán háború kimenetele semmilyen befolyással nincs Magyarország biztonságára.